Sziasztok! Hát az én kis büszkémet, a Hacsit már ismeritek sok-sok részből. Székesfehérváron vagyunk, a Pepita Quality Insight nevű cégnél vendéglátónk Vasilkó Balázs. Mivel foglalkoztok, Balázs? Autókárpizozással foglalkozunk, most már 18 éve. Na, úgyhogy ez lesz most a következő részben. A Hacsinak a belseje meg fog újulni, mert hát láthattátok, hogy versenyszékek vannak benne, de van egy garnitúra belevaló gyári székem is, vagy ülésem, csak nem a megfelelő színű, mert az egy másik autóból való. Én ezt az autót Hyundai ülésekkel vásároltam, még az évtized sem stimmelt egyébként, úgyhogy most ezt az autót fogjuk szétszedni, és ez az autó lesz újra összerakva gyárira. Balázs, itt van ez a gyönyörű szép Porsche. Mit kell erről a keselyűről tudni? 1966-os 911S, rövid tengelytávos, igazából a gyártás kezdetéből való. Jó, ezen fogod nekünk elni, ismert terjesztő céllal is jöttünk, hogy megmutassuk azt, hogy hogyan épül fel egy autónak a kárpitja, hogyan készül egy ilyen munka az alapoktól. Hát ez úgy épül, hogy megérkezik a jármű, ugye bekérünk hozzá dobozba mindent. Tehát ami megvan, megmaradt az autóból, az ugye megérkezik egy dobozba, azt mi kipakoljuk, szortírozzuk, megnézzük, hogy mi az, ami használható, mi az, ami felújításra vár. Mindenféle szakember csoportnak kiosztjuk a feladatokat, és miután ez megtörtént, akkor feltérképezzük a járművet, hogy akkor milyen elemei vannak meg, amire ugye lehet építkezni, és hát általában tetőkárpittal kezdünk. Ugye ennek 1966 óta volt ideje megrohadni, tehát a pálcákat galvanizáltatjuk, esetleg porfestetjük, és így kerülnek beépítésre. Tehát a rétegrendet betartva ugye a tetőre megy fel a szigetelőanyag, hangszigetelő, hőszigetelő, próbáljuk a gyári eredeti anyagokat beszerezni és azokkal dolgozni, repro anyagok, tehát nem úgy eredeti. És ugyanazokat, tehát mint hőszigetelő, vannak ezek a kátránylemezek és hasonlók, ezek nyilván újak, tehát újak, újra gyártják, de ugyanazzal a technológiával gyártják, mint annak idején, hogy ezek már kicsit jobbak azért. Jobbak, 21. századi anyagokkal dolgozunk, és ez 1966-ban ez a belső nem így nézett ki, teljesen más. Most a 21. századi szemeddel fogod nézni. Tehát ha én úgy megcsinálnám, hogy ez 66-ban volt, akkor azt mondanád, hogy ezt kezdjük előről, mert ez nagyon szar. Ennyi. Tehát ez sokkal jobbra kezd, minden túl van restaurálva egy kicsit. Már kellett visszabontanunk Pagoda Mercedes, mert túl jó. Tehát így nézett ki, csak nem ilyen minőségben készült el. Igen, tehát úgy értem a minőséget, hogy gyűrődések voltak benne, nem számított, műbőr volt benne, itt a tulajdonos kérésére bőrrel dolgoztunk, de ugye ennek van egy gyári struktúrájú műbőre, amivel mi szoktuk ezt a 60-as szériás Porsche-t csinálni. Ugye nem mindegy az anyagfelhasználás sem. A besorolásnál. Tehát amikor felértékelik az autót egy minősítő bizottság, akkor nem mindegy, hogy ez 250 ezer euró, vagy csak 186. Ennyi. Ez a lényege. Tudod? A pénz beszél mindig. Általában. Az beszél. Tehát igazából kezdünk egy tetőkárpittal. Ugye ennél is tudni kell, hogy melyik évjáratban milyen változtatás volt a tetőkárpiton. Akár a kiosztásról beszélünk, amit nem nagyon tudsz elrontani, mert ugye adott pozíciók vannak, de a tetőkárpit perforációja, az például elég sarkalatos kérdés. Tehát egy 911 turbóba nem rakunk ilyen tetőkárpitot, mert nem jó a perforáció. Meg ugye nem mindegy, hogy a lyukak hogy állnak. Tehát ugye ez általában átlóban van perforálva. Ez berakott hosszába, az sem néz ki túl jól. Tehát ez általában átlóban van. Akkor ugye figyelsz arra, hogy ez valóban perforált legyen, mert ennél az autónál úgy van a levegő kilépés, hogy becsukod az ajtót, lyukakon keresztül kimegy a levegő, amit beszorít, és itt hátul van kilépő nyílás, és itt megy ki. Különben nem fogod tudni becsukni az ajtót. Ja. Itt azért egy pár. Meg ugye nem mindegy, tetőkárpit anyagnak teljesen más az anyaga, tehát ez nem egy műbőr, ez valóban tetőkárpit műbőr vékonyabb, és ezt lehet úgy alakítani, hogy a fölrakod, és van benne egy minimális ránc, ezt ki tudod belőle szedni. Ez erre való. Aha. Tehát ez ülésművőrt nem rakunk tetőre. Nehezebb is a fajsúlya, és na. Itt nézegettem az ajtókárpitot. Igen. Ez ugyanígy nézett ki annak idén 1966-ban? Nem, mert ugye ez művörös volt. Az oké, elmondtam. Hasonlóan nézett ki, mondjuk azt mondjuk, hogy tök jó, de ha megcsinálom eredetire, akkor már megint azt mondod, hogy nem jó. Úgyhogy ezen gyárilag nem volt ilyen puha szivacs réteg. Ezen van egy 2 mm-es szivacs a mostani kezetnek és tekintetednek. Ezen eredetileg nincsen szivacs, meg tudom mutatni eredetibe, hogy néz ki, de körülbelül ezt láttad.
ugye legyártatom hozzá a csavarokat, az alátéteket, az ajtózsebet, 66-osnál nagyon fontos, hogy az ajtózsebet hogy csinálod meg, mert az sem mindegy, hogy a csavarokat hogy rakod föl, és hogy milyen anyagból dolgozol. Mert ezt oké, hogy én felrakom, ezt senki nem fogja látni, de ha a minősítő azt mondja, hogy nézzük már, hogy mi van mögötte, akkor ott meg is... Megbontják? Meg. Találkoztam már ilyennel, hogy a minősítő megbontotta, azt mondta, hogy szuper, visszahozzák az autót, hogy vissza kéne rakni a cuccokat. Mert ők kibontották, de nem helyezték vissza. Oh. Benéznek minden mögé, hogyha olyan helyre viszik. Találkoztam már ilyennel. Szétszeri a minősítő, de nem rakja vissza. Nem biztos, hogy minden esetben, én már találkoztam kétszer is olyannal, hogy szétszették és megnézték, hogy mi van benne. Aha. Mondjuk azt nekem nem elegáns, hogy nem rakja vissza. Nem rakja vissza, mert hogyha mellé rakja, ő nem vállalja. Kitekeri a csavart, leveszi, megnézi, de nem rakja vissza. Aha. Kétszer csináltunk ilyet. Nekem csak ezért. Igen. Úgyhogy amikor fel van a tetőkárpit, akkor utána elkezdünk lefele jönni. És akkor készülnek a famunkák, a műanyagozások, esetleg adott esetben, ugye ez, hál' Istennek, ez a rész ez műanyagból van. Nagyon jó, 66 óta nem öregedett még egyszer sem. Olyan 14,5 darabból kell összerakni. Igen. Lehet hozzá kapni refrót, de az nem ugyanaz. Itt a tulajdonos kérésre az eredetit mentsük meg, mert azért eredeti. És megment, van fénykép róla? Mindenről van fénykép. Porsche-ban most már nem nagyon tudnak olyat mutatni, amit még nem csináltuk, mert a 356 Pre-A-tól a 992-esig szinte minden volt itt. A Speedstertől elkezdve minden. Ja. De mi a fő csapás irány, maga a restaurálás, vagy azért vannak ilyen egyedi igények? Tehát, 50-50. Újabb autó, de egyedi kárpítás. 50-50. Ez nagyon jó, mert itt a történelem egy részét állított helyre, ez azért jó. Az meg azért jó, mert egy kicsit szabad kezet adnak, és valamilyen legyen. És akkor olyan művészkedhetsz egy picit. Körülbelül, igen. Jó, tetőkárpit megvan, jöttünk lefele, ajtókárpit. Jövünk lefele, egyelőre még ott nem tartunk, mert először megcsináljuk a panelokat. Bocsánat. Ugye van hátul asztalos műhely, de mindenre fel vagyunk készülve. Hogyha nem vagyunk felkészülve, akkor ez olyan szakembergárda van mellettünk, mint partner, aki le tudja ezeket gyártani. Tehát ők mind jó szakemberek. Itt vagyunk Székesfehérváron, tehát nagyon messzire se kell mennünk. És akkor megcsináljuk az ajtópanelokat, amikor minden fel van illesztve a helyére, akkor azok megkapják a kárpitot, be van illesztve, és akkor minden be van illesztve, utána jön a szőnyegezés. Odavaló anyagokkal. Nem a Diego-ból vásárolunk egy szőnyeget és belerakjuk, mert volt már rá példa. Az nagyon olyan. Van speciális olyan gyártó, gondolom, aki kifejezetten autókárpit szőnyegeket gyárt? Igen, van egy nagyon kedves magyarországi partnerünk, őket szoktam kiemelni, mert ők nagyon jó barátaink is, és tőlük vásárolunk az esetek döntő többségében, vagy pedig az ügyfél hozza az anyagot, én megtapogatom, és ha jó, akkor beépítjük. Amúgy általában én választom ki. Az alját, akkor most eljöttöttünk a panelokig, panelok fel vannak téve, az alja. Az alja a szőnyegezés, megkapja ugye a szigeteléseket. Ott sem mindegy, hogy milyen szigetelőanyagot használsz, például itt a szőnyeg alján ennél ez a lószőrszerű borzalmas anyag van, amit használtak régen is. Nem rakhatsz fel modern anyagokat, mert ezt kinyitják, ennek ilyennek kell lenni. A szegéseknek mire van rálapolva, ennek úgy kell lenni, ahogy az volt. Ez így nézett ki? Ez így nézett ki. Ugyanúgy van leszegve, hogy annak idején volt, nem változhatsz rajta. Ha ez csúnya, akkor ez csúnya. Mert vannak nekünk ugye prospektusaink, internet a barátunk, tehát mindenféle segítséget megkapunk azért, hogy mi a lehető legjobbat és a legtökéletesebbet hozzuk ki az egészből. Tehát ezek az átlapolások, betétek, stb. Igen. 1966-ban így néztek ki. Így néztek ki. Igen. Hát egy picit azóta fejlődött a kárpitozás is. Minimálisan. Itt azért nagyon-nagyon manufakturális jelleggel készültek az autók. Most már ugye minden gépiesítve van, fröccsöntőgép, berakja, kész. Itt azért még dolgoztak. Jó. Már nem. Elérkeztünk a szőnyeghez, benn van ez is. Igen. Utána? Akkor elkezdjük ugye visszailleszteni a panelokat, megnézzük, hogy hol voltak csavarozva, milyen csavarok, mert már találkoztunk olyannal is, hogy nem odaillő csavar. Itt behajtod, ott meg kijön, és akkor festhetsz. Követtünk el hibákat. Hajtottunk már ki E-Type Jaguarból csavart a másik oldalon. És tényleg csak az a 2 milliméter volt, és annyi elég. És tehát, ha megszóltam már ezt. Hibáztunk már. Tehát történt már itt minden. De 18 éve csináljuk, tehát belefért szerintem. Jó, hát figyelj, én azt becsülöm, hogyha valaki elismeri a hibáját, mert... Volt már, törtem össze hogy... Porsche-t is, már volt itt minden, nekitoltuk az ajtónak. Tehát ezért van az, hogy
nagyon szép, hogy ilyen autókat csinálunk, de ehhez kell komoly biztosítás, mert különben baj van. Most már nem nagyon fordul elő ilyen, ez még a kezdet kezdetén, tehát nem kell attól félni senkinek, hogy idejön, és akkor itt össze lesz valami, mert ugye van normális autótárolónk, zárt hely, pormentes hely, és itt mindig az az autó, amin dolgozunk. Uh-huh. És általában 2-3 hétig csinálunk egy autót. Olyan gyorsan megvan? Hatan vagyunk. Ja. Tehát, és igazából őket ketté tudom választani, tehát két csapat. Két csapat üléseket csinál, két csapat ezt csinálja. Tehát viszonylag gyorsan mennek a dolgok. Jó, akkor most, ha megvagyunk mindennel, akkor ajtópanelek fel vannak téve a helyére. Így van. Akkor hogyan megyünk tovább? Ajtópanelok, hátsó panelok, és akkor utána kerülnek az ülések beépítésre. Vagy hát először is az üléseket elkészítjük, majd utána beépítjük körülbelül adott esetben. Itt például nem tudjuk beépíteni, mert itt az ülésnek a nyitó döntő mechanikáját elvitte a tulajdonos krómoztatni, tehát anélkül mi össze tudjuk hozni, hogy a csikok fussanak. Nagyon fontos. Tehát, hogy az ülést rárakod a háttán, és akkor mellé csukódik, az olyan kellemetlenül néz ki. Hát gondolom azért az ülés mechanika, meg az ülés szerkezet is mindegyik rozsdás, amikor rozsdás. Szétszeditek. Igen, szétszedjük, utána elvisztük, krómoztatjuk, galvanizáltatjuk, ugye megnézzük, hogy a tartószerelések, rugózatok, melyik rugózat, milyen, mit bír el, oldószeres fényezés, porfestés adott esetben, vagy galvanizálást. Attól függ, hogy az autó mit akar. Tehát egy ilyen jellegű autónál nem fogok porfestetni üléseket, mert nem volt. Próbálom a gyárit. Ja, akkor ilyen simán lefestitek. Hogyha olyan, akkor oldószeres, igen. Tehát találkoztam már olyannal, még a kezdet kezdetén, hogy elvittünk Skoda üléseket, 100-as Skodáról beszélünk, akkor azt építettük. Elvittem a porfestőhöz, leszintereztettük, berakta ugye a kemencébe, hogy gyönyörűen kilágyultak a rugók, kétszer beleült, és így összeült az egész. Nem értettük, hogy hol hibáztunk, most már tudom. De mondjuk ez egy Mercedes, ezt nem tudja, mert ott azért voltak anyagok. Ja, de a Mercedesnél nem lágyul ki egy porfestésnél mondjuk. Azért nem merem ezt megcsináltatni. Aha. Tehát általában galvanizáltatunk, vagy oldószeres festés. Erre is megvan a normális szakembergárda, aki úgy megcsinálja, hogy kell. Színkód alapján nem mindegy, hogy milyen színre fested. Mindenre oda kell figyelni, mert itt nagyon... Tényleg, hogyha eredetiségre megyünk, akkor oda kell tenni magát az embernek. Mert a végén nem mindegy ugye az értékelésnél. Hát semmi nem mindegy. Itt semmi nem mindegy. Jó, akkor benne van az ülés is. Még itt van mellettem a műszerfal, arról nem beszéltünk. Mert az nincsen benne. Az ott van még a polcon, még nem hoztam ide. Ez is eredetire van megcsinálva. Ugye ennek van egy speciális perforációja. Van lézergépünk is, tehát ezzel meg tudom csinálni a lyukasztásokat, perforációkat, és akkor az olyan, amilyennek lenni kell. Ennek így kell kinéznie. Ez a kiindulási alap. Ugye itt van egy ilyen lószőr kókuszból préselt, nem is tudom micsoda, formaidom. Az van ráépítve, és akkor utána megy rá a bőr. Akkor fogod ezt látni. Ez itt? Ez az eredeti műszerfal? Ez az eredeti műszerfal. Ide megy rá az a formaidom. Igen. Erre rá, és akkor ez behúzott külön bőrrel. Itt van egy ilyen vezető fém, amire ugye a bőr megint át van fordítva, és akkor utána kapod meg ezt az egyenes részt. Kicsit túlbonyolították, mert ugye a moderneknél egy darab fölcsöntés, és meg vagyunk. És akkor ebben benne van már ez a szivacsos anyag? Az már minden anyag. Megvan. Igen, de ez egy korai széria, tehát ez egy... Uh-huh. Ez melyik? Bocs, ez egy későbbi széria, ez a korai széria. Ez hányas körülbelül? Szerintem az már ilyen 71-2-3. Uh-huh. Mert ugye ez még fémből van, és ennek az oldala sincs kivágva. Ez meg már fut az ajtóval, látod, itt van ez a kiszögelés, ez már az ajtónak az domjával fut. Uh-huh. Ebben viszont még nincs, ez annyira korai. És akkor ezt a perforációt is csináltátok. Igen, igen. Megvan a katalógusban, hogy van róla egy képünk, és akkor az alapján lyuk méret, kiosztás, honnan, mettől, meddig. Azt nézem, hogy van benne egy picike hullám. Az kell bele. Nem szabad túl. Meg tudom csinálni, hogy teljesen sima legyen, de akkor azt mondják, hogy ez így nem jó. Maradjon így, mert ez ilyen volt. Ennek látszani kell. Itt vannak ezek, látod? Igen. Erre megkapja a mondjuk, hogy szivacsot, és akkor azon van kifeszítve a bőr. Nincsen ráragasztva, de ugye ezeken neki ugrálnia kell. És ha nézed a képeket, mindenféle képet nézel eredeti katalógusokból, itt vannak benne. Benne kell lennie. Sajnos. Nekem se tetszik, de... Ez ilyen. Ez így, ilyennek így, kell lennie. Ez így a jó. Ilyennek kell. Sajnos. Így a jó, hogy rossz. Ja. Jó, hát nem baj. Én nekem tetszik ez az eredetiség, ez való minimál, hasonlítás, meg egy olyan veteránzás, ez erről szól. Van, amikor... A hibák is benne vannak. Ez nem hiba. Ez nem hiba, hát sajnos. Akkori technológia ezt tudta.
De ugye a 70-es évektől már az egy kicsit jobb volt. Az már látszik, hogy egyenes, szép. Jó. Közben itt a kollégáid elkezdték szétbontani a hacsimat. Ja, nézzük ott már megy. Na, itt látod a rugózatot, amit meséltem. Ugye ez... Ezt lehet gyönyörűen kiolvasztani, vagy kilágyítani. Nem biztos, hogy ez ki lehet, de például de... a 100-as Kodánál ilyet nem szabad csinálni. De ugye egy japán autó, ennek nincs felületkezelése, mint látod. Tehát itt hát napjúban volt itt... a fém, ki volt préselve. Itt látszik, akkor... hogy ez itt rozsdás. Hát ez a 40 éves nem darabok. Vagy. Hogyha megengeded, akkor ezt leszintereztetjük. Ebből ki lehet venni a rugót, mert megengedem. Ezeket kiakasztunk, és akkor nagyon szépen meg lehet csinálni. Viszonylag a szivacsozása egész jó. Azt mondta Dalan Zoli barátom, aki ebben a GT86-ban nagyon-nagyon benne van, hogy ez az ülés, ez igazából szép. Tehát ahhoz képest, hogy ezek, hogy néznek ki. Láttunk már olyat, hogy magából a kárpitból kijöntöttük a szivacsot darabokba. Ja, hogy annyira és volt már. És sportszerű, igen. Hát nézd hát meg, ahhoz képest, hát gyönyörű, hát nézd meg. Van. Hát ilyen szépet még nem is láttam szinte. Hát de most... De tényleg, tényleg jó néz ki. Teljesen jó. Egyben van. Kap még egy kis kezelést, és akkor egyből tökéletes állapotban lesz. Mivel kezelitek? Gőzöljük is, mert akkor visszanyered az eredeti állapotot, és kap... Tehát, hogy megduzzod a szivacs? Egy kicsit, igen. Erre is van egy technológia, meg van hozzá a gépünk, és amikor ugye varjuk rá a másik húzatot, akkor ezen van egy laminálás. A laminálás ugye értem azt, hogy van rajta egy valamilyen vastagságú szivacs, tehát már ugye ez egy kicsit meg fogja húfosítani az egészet. Meg kell nézni, milyen minőségű szivacs volt, ilyenek, és akkor neked az a lényeg, hogy azt lásd, amit 84-ben láttál volna, ha megvetted volna. Igen. Ha lehetett volna kapni. Volna. Itthon. Ez is még viszonylag jó. Van egy Magyarországon nagyon neves BMW belsőket felújító cég. Ott a 2000-es évekbeli BMW-k szivacsa az nem így néz ki, mint a 84-es Toyota belső. Már ne haragudj. Igen? Hát, tudnék mutatni. Tudnék mutatni dolgokat. Igen. Jó, hát egyébként én nagyon szeretem a 80-as évek és a 90-es évek autógyártását. A 80-as évek volt az szerintem, amikor a japánok elkezdtek műszakilag már nagyon-nagyon jó kocsikat gyártani, és meg akarták mutatni, hogy ők is ott vannak a pályán. És ugye a Hacsinak, aki nem tudja, ez a Toyota Corolla A86 GT, és 1600 köbcenti, 16 szelep volt, 83-87-ig készült, azt hiszem, és 16 szelep, 124 lóerő, 1600 köbcentiből, gyárilag sperdifi volt a GT-ben, ami sose volt egyik általunk akkor nagyon ajnározott autóban, mint a Golf GTI, Opel Kadett GS és a többi. Ezek műszakilag meg motorban sehol nem voltak ehhez képest, és a Hacsiba az a félelmetes, hogy azok a 40 éves motorok, azok forogtak 8000-et, és a mai napig le lehet őket forogatni 8000-ig, és bírják. És ezt 80-as évek közepén csinálták Japán. De csak nézzük az anyagfelhasználásokat. 84-es műbőr. Ezt mondjuk egy modernkori AMG Mercedes sem tudja. Kínál a tető alatt egy új AMG, 2021-es, és már ki van törve a műbőrülése. Hozzáteszem a műbőrülése. Amit eladnak szintetikus bőrnek, de olyan állat, hogy szintetikus olyan nincs, hát tudjuk, hogy műbőr. Igen. Hát az nem is tudom, mikor 2000-es évek környékén tiltották be valahogy ezt az autóipari állattenyésztést, az autóipar részére történő állattenyésztést. De ez még műbőr. Hát ez az. Ez az. És nincs kirepedezve. De az... Persze, hát bele tudnánk kötni, ha akarnánk, de... Jó, de 40 éves. Ennyi. 40 évvel ezelőtt én is sokkal feszesebb voltam. Tényleg? Igen. Akkor jó. Viszont szerintem, de nézd meg, ez sincs összeesve. Ez is jó állapotban van. A szivacsozás is tök jó. A vázat, ha nem baj, akkor az... Ez 40 éves rozsda, úgyhogy ezt majd leszedjük róla, jó? Jó. Itt van egy kis folytonossági hiányosság, de ez sem vészes. Mondjuk hiányzik a... Igen, ez első a egy... Corollának, az ülés támlának a hátulján van egy ilyen borítás, és egy ilyen, hát nem tudom, ilyen szivacsos valami. Igen. De ezek 10 évesen is mállottak. Nem baj, most nem fog mállani. Megoldjuk, jó? Meg itt a rozsdát is eltüntetjük belőle, és akkor úgy fogod visszakapni, hogy valószínűleg jó lesz, ha nem rontjuk el. Ezen indult az egész cég.
Hops. Aztán akkor lett a kékbölcsi jelentünk, mint a Sándor Pista bácsi, ez ugyanaz volt. De 16 darab S-100-os kodán volt, tehát volt mindenféle. 16 darab S-100-os kodán volt? 16 darab, mert nem vagyok teljesen normális emberi szempontból. Aztán én is kínálvoltam ebből a betegségből, utána lettek kübelvágenek, Volkswagen. Ezzel választottam magadnak egy másik betegséget? Igen, az rettenetes, most van a harmadik, ez lett a legperverzebb, és most átléptünk, ha látod, mindenhol Citroen van. Most a Citroen kocsába utazunk. És nekünk van az országban a legidősebb, egy 52 áprilisi gyártású, 9 lóerős, ami most jelenleg mája készítettük modellbe, tehát így fog kinézni, és most is így néz ki, leültetve alufelnivel ebben a régi stílusban. És megcsináltattad modellben? Modellben megcsináltattam, megvannak róla a képek, ha kell, átküldöm. De teljesen pervez, lerakva, és ilyen szópoháros van az elején. 52-9 lóerő, két henger, most restauráláson van. Ugyanúgy leültetem, és úgy fogom használni. Mind a 9 ló? Most már meg lesz mind a 9 ló. Tüzes. 375 köbcenti, 9 lóerő, és fogyaszt 3,6 liter. Oldtimer szuperkupán szoktunk vele indulni. Gondolhatod, egy, amikor meglát egy ilyen 440 km-es etapot, vagy 40 fokba, akkor mit szól? Képzelheted. Van olyan emelkedő, ahol 11-en megyünk föl GPS szerint. Na mindegy. Hát szemből süt a nap, az is lassít. Ezt így kell mondani. Ilyenek. Jó van. Annyira voltunk Skodások, hogy megcsináltattuk a Ferrari logót Skoda hajtókarokból. És a Skoda vezérből láncol. Jó van, csúnyán beütötted te is a fejedet váldol. Igen, vagyunk így. De hát minden, ami régi, csak az érdekel. Semmi más, ilyen modern autónk nincs. De bemutatom a céges autót, mert nekem ugye a legjobb az a Schuster cipője. Ez az nem játszik. De hát van egy 20, hány éves a Golf? 22, 3? Járunk egy 23 éves 4-es Golf-al. És hát azt is megcsináltuk, hogy olyan legyen, mint az új. Mert ez a perverziónk, szerintem. És most vettünk a cégbe egy kis teherautót, ami 27 éves. Vettünk volna újat. Az mit? Az egy Renault Express. Tegnap előtt vásároltuk. Régi vágyam, csak mindig el volt porlatva. Ez meg első tulajos. Gyönyörű. Imádjuk. Ez jó is néz ki szerintem. Opták az egy szép teherautó. Á, gyönyörű. A legszebb. Nekünk a legszebb. És majdnem versenyautó, mert 770 kg, 75 lóerő. Az jól megy. Nagyon jól megy. Egy tulajos, 201 ezer kilométerrel, még új szaga van. Nekem ez a 97-es, ez már nagyon új. Csak a régieket bírjuk. Egy 330 GT Ferrari tavaly januárban, és az nem úgy működik. Megtiszteltük annyival az autót, hogy nem beleraktuk a nappabört, a fekete nappát, mert egyszerű, megveszem 35 ezer forintért, kiszabjuk, beleraktuk, dur. Nem. Felkutattuk, hogy ki volt annak idején a gyártója. 1964-ről beszélünk. És akkor rájöttünk, találtuk, hogy a Connolly gyár. A Connolly gyár ugye megszűnt, de egy unokatestvér újraélesztette, és megint kezdenek bőröket gyártani. Ugyanazokkal a számozásokkal, ugyanazzal a fantázia névvel, és hát rendeltünk tőlük bőrt, és mondták, hogy nem lehet bőrt rendelni, csak úgy, hogy én vagyok az akárki, és rendelek tőlük bőrt. Alvásszám kell, hogy ez. Valóban ez a bőr volt abban a Ferrari-ban, amiből beszélünk, és hát ez volt úgy, hogy tudtunk tőlük kapni csomagban, de hát nagyjából az aranyárát szorozták hárommal, és akkor úgy leküldték. Komoly összeg volt. Tehát mondjuk egy sima bőrhöz képest, mondjuk a hatszorosa. De nem probléma, tehát az autó ára is. És tehát megnézik, hogy alvásszám szerint a Connolly gyártotta hozzá a bőrt annak idején, és akkor adnak, ha igen. Igen, de azt a bőrt, ami vele való. Tehát a Connolly sem hülye. És ez egy szerintem nagyon jó dolog. Pervers, beteg, de... Igen, de pont ettől lesz jó, hogy ennyire beteg és ennyire komolyan gondolják. Abszolút. És nekünk is jó volt vele. Lényegében semmi extrát nem látok rajta, de ha ez volt benne, akkor ez lesz benne. Nincs appelláta. És kaptunk hozzá egy ilyen elismerményt, céglogóval. Nem tudom, hogy az országban van még egy olyan cég, aki ilyet birtokol. Nektek van. Figyelj, én erre tettem fel az egész életemet, próbáltam a legjobb lenni, meglátjuk, igyekszünk egyébként. Mondhatom, hogy akkor megcsináljuk, tehát most már 10x éve a családban van. Kidobásra ítélt autó, de a világ összes kilométere benne van. Mondtam, akkor megmentjük. Milyen motor? Nincs rajta osda. De milyen motoros? 1.6.
legkirályabb. Nagyon durva. Kapott egy fóliát a tetőre, aminek ugye az az értelme, hogy ha kinyitod a belsejét, akkor ott ugyanaz. Egy kicsit ilyen gyárias, átalakított, de mégsem annyira. Benne céglogó, benne a lupókormány. Igen, azt megismertem. Babett a sárvédő szőkére festve a közepet. És így a párosi rohangálós autó. Ennél nem kell több, szerintem. Műszerfalat is akarsz. Én már látom rajta, hogy akarsz műszerfalat. Ez... Szerintem te akarsz műszerfalat. Innen fogunk indulni. Igazából nagyjából ezeket a színeket fogod megkapni tőlünk. Lesz egy picit módosítom, jó? Hát, valami ilyesmi legyen. Ilyesmi lesz, abszolút ilyesmi lesz. Picit több varrás fogod szeretni, mert egy darabból ezt nem húzom be. Úgyhogy ez kultúrát legyen meg minden. Ezt majd még kitalálom, hogy ez miből lesz megcsinálva, vagy hogyan. Lényegében kinézünk, hogy egy ajtó... Nincs neked még egy barnád? Vagy csak az van? Akkor letakarítjuk, látom, nincs. Nincs. Nézésből nincs. Láttam, hogy nincs, szerintem nincs. Nincs, nincs. Majd nézzünk valamit, hát ha tudok cserélni. Jó. Mindegy, szerintem nem fogsz elismerni. A kormány maradjon ilyen repedezett gumi, vagy pedig kaphat rá egy bőrborítást, és akkor meg van varva, legalább valahogy kinéz. Hát fi, ez gyári kormány, majd lehet, hogy szerzek hozzá. Aha, igen. Én motoros. Igen, lehet gázt húzni rajta. Meg tudjuk csinálni, nem baj. Jó. Amennyire lehet, gyárira visszaállítjuk, jó? Jó. De ehhez... Most egy picit más, itt nem OT-s lesz ez az autó soha, úgyhogy nincsen belőle olyan probléma, hogy egy kicsit más lesz. Nem lesz más. Ugyanezt fogod látni, csak... Csak. Én nem tudok préselni bőrt. Jó, megnézzük a szőnyeget is, hogy milyen állapotban van. Műanyagok. Ilyen kédert lehet venni a kamionosboltba. Ezt megjavítjuk, hogy ne ilyen csúnya legyen. Az ülések viszont azt mondtad, hogy bordó-barnára szeretnéd. Hát, vagy igen. Ehhez menje egy szövet. Igen. A barna az pedig műből, igaz? Igen. Alul meg barna szövet. Jó, valamit kitalálok. Na, mindig kitalálok valamit. Ennek van valami középbox? Van, csak azt levettem és nem elfejtettem elhozni, úgyhogy majd visszahozom. Lehet, hogy jó lesz. Tetőkárpitod egész jó, csak már innen kibudjant oldalról. Kicsit összement, mindegy, ezt is fia, szétbontjuk teljesen az autó darabokra. Csinálok hozzá egy másik lapellenzőt, mert ebben nem nagyon... Nézd meg. Most miért mondod? Hát ez olyan, mint az új. Most miért mondod? Megvághatom? Hát persze. És kifolyik belőle a szívas. Hagyjad. Hát 40 éves. Minden. Mennyire profi, nem? És húzza. És még tudja, mit kell tudni? Jó lesz. Csomagtartóban látom a az a csomagtartó gyári szőnyege lehet az a szürke, vagy pedig ebben is barna lehetett, ugye? Igen, barna lehetett. Hát valószínűleg barna volt. Ennek esetleg valami kupakja neked? Hát van, azt, vagy nincs. Azt nem tudjuk, hogy hol van. Azt nem tudjuk, hogy hogy van. Így, mert az olyan csúnya. Nem biztos, hogy ebből nem vágunk újat, jó? Felni marad gyári? Benne? Hát most persze pótkerék, úgyhogy... Most csak pótkerék, vagy megcsinálik normálisan? Ezt nem használjuk. Nem használjuk? Ezt a kereket. És ha véletlenül fogod? Akkor használjuk. Jó, mert akkor átviszem a szomszéd, vagy ha egy felni felújító, gyönyörűen lefesti, meg van ápolva a gumi, és akkor kinyitod, akkor gyönyörködsz. És ha ilyen föl kell számodból, akkor tudod, hogy még a pótkerék is szép. És sokkal nyugodtabban fekszel vissza. Innen hiányzik egyébként egy igen. Kerepít darab. Igen. De majd ezt megoldom. Nem baj? Nem. Jó. Hát vannak ilyen apróságok, ha igen, ilyen. Nem tudom, hogy azzal mit 40 éves műanyagok. Fia, amit lehet, megpróbálok lekárpitozni műbőrrel, és akkor ugyanab ezt fogod látni, és megfestjük hozzá színben. És akkor kb. Ezt látod. Úgyse fogsz ezzel boltba menni vásárolni, meg ilyenek, szépen otthon lesz. Te. De? Ja, kalaptartó, ehhez nincs kalaptartó? Az nincs. Viszont nincs kalaptartó. Hát nem volt soha. Tehát ma nélkül vettem.
Ja, de akkor elmileg van. Hát volt valamikor, egyszer. Volt. Tökéletes állapot. Megharapta az őzike. Behajolt a ló és megharapta. Úgy látom, hogy itt is van egy kis, ezzel lehet. Jó, hát most ezért is szólsz. Nem szólsz. Kihozom belőle valami olyat, hogy... Ja, ott van hátul a burkolat, most nézem csak. Melyik? Ott. Nagyon jó. A kéziség burkolat. Akkor azt majd ne hozzá. Jó, nem hozom el akkor. Jó. Elviszik ma a Porsét, és akkor a Porsche után ő elbe. Szétszedjük darabokra, kicsontozzuk, letakarjuk és elrakjuk. Szólja és akkor gyerek. Jó, amikor ki van csontozva. Jó. Együtt felmérjük és akkor hadd szóljon. Eltelt. Egy hét. Felhívott a Balázs, hogy jöjjek, mert szét van borítva a hacsi. Egy kicsit. Mindjárt megmutattam, nincs benne semmi, de tök üres. Így még nem láttam a kis autót. Meg hogy megszületett a fejébe valamiféle terv, hogy ez hogyan nézzen ki. Hát akkor bemutatnám a terméket. Hát nézd meg, most valahogy így nézünk ki. Ebből fogsz kapni valami szépet. Vagyis hát szerintünk szépet, aztán majd a végén elmondod, hogy milyen lett. Azt néztem, hogy nagyon szép a bódé, nem rohadt sehol a kocsi. Igen. Igen. Tetőkárpit alól hiányzott a zajszigetelés. Az ajtókárpitok több darabban vannak. A szőnyeget ki van égetve és ki is van fakulva, azt is kicseréljük. A műanyagokat felújítjuk, esetleg festjük, legrosszabb esetben is bőrrel fogjuk beborítani. Amit én úgy ítélek meg, hogy nem jó. Aztán majd eldöntöd, hogy ez sikerült-e vagy sem. De az az én tetőkárpitom ott a... Ez a tied, igen. Hogy ez műbőr borítású tetőkárpit, az idők folyamán kicsit zsugorodott. Úgyhogy van egy ilyen takaró műanyagod, ami alól ez már kijött, ezért ezt is újra csináljuk. Jó, javítjuk, üvegszál, és akkor utána azt nem értem, hogy ugye a mai modern autókárpitoknál igen? Nagyon soknál van ez a baldahinos jelenség. Nagyon jó, azt szeretjük. Igen, de ez meg 40 éves is, nincs baja. Egy kicsit máshogy csináltak el még régen az autókat, volt benne anyag. Nem ez a, igazából egy tetőkárpit az olyan 8 évet bír. 6-8 év, attól függ, hogy volt az autó, honnan hozták be. Neked nem kell elmondanom. Ja, ez az olasz, azt tudjuk, baldahinos az összes. Az összes, igen. Mert ott nem a ragasztó enged el, van a tetőtálcád, és a tetőtálcára felrakunk egy 3 rétegű anyagot. Úgy kell elképzelni, hogy van egy hártyaréteg, van egy 3 mm-es szivacsod, és azon van az a réteg, amit te látsz. És minden ugyanúgy van, és a közötte lévő 3 mm-es szivacs előrekszik, 6-8 év, és ott szépen elindul a felső réteg. És a kedvencünk az, hogy ezt csak vissza kell ragasztani. Hát mondom, akkor próbálkozz el vele. Itt nincs ilyen, hogy visszaragasztjuk, tetőtálcát ki kell venni, az egészet le kell róla szedni, csiszolni, előkészíteni, alapozni, és utána megy rá az új kárpit, ugyanúgy 3 mm-es szivacsal, ugyanúgy 6 évig. És ez a 40 éves szivacs mindig jó. Igen, a régi autók egy kicsit minőségibb alapanyagokkal voltak elkészítve. Ha már itt tartunk a témánál. Igen. Mi a véleményed a mai autógyártásról kárpitos szemmel? Nem tudom, azok közlekedési eszközök csak, nem autók. Az autók azok ezek. Azok szerintem abban maradtak ilyen 2000-ben szerintem. Ott be is fejeztük. Onnantól kezdve megyünk lefele. Igen. Anyagminőségben is. A bőröknél is észreveszünk. Melyik az a gyártó? Igen. Nyugodtan mondja a nevet meg. Én elmondom. Aki szerinted a legjobbat hozza mondjuk minőségben, tartóságban, és melyik az, amelyik a leggyengébb, és melyik az, ami mondjuk a legrosszabb javítani? Javítani? Kedvencünk a franciák, bár ugye most mi abba hagytuk ezt a javítgatást. Idézőjel a kedvencünk? Igen, idézőjel. Citroen, Peugeot, azok nagyon jó. Nagyon jó, főleg ezekkel az öntött üléseivel, fantasztikus volt. Tök jó volt, mert kihagytak egy munkafázist, a kárpitozást. Ugye ennek van egy technológiai sémája, hogy ez hogy épül föl. Itt a kárpitos munka lett megspórolva, mert valaki levarta a kárpitot, gép, bele, dur, kiöntötték szivacsal, és azt csak föl kell rakni a helyére. Ott igen, és amikor elgyengült és kipörgött a szivacs, akkor lett egy luk. Mert ugye amikor kiöntötte, arra nem gondolt, hogy a felső réteg, ami hozzáért az anyaghoz, ott bekeményedett. És ez a kemény réteg egy ideig még rugalmas volt, és amikor elkezdett öregedni, volt ez akár 4 éves korában, akkor ez szépen elkezdett repedni, és alul megérkezett. Így képzeljétek el, ez gyönyörű volt. Meg lehet javítani, de már nem nagyon csinálunk javítgatást, inkább komplett autókat. És ki az, aki a legjobb belsőt gyártja most?
Mondhatok nevet is? Mondhatsz. Mi Bentley-t csináltunk, most elég sok Bentley-t készítettünk. Az parádé, ahogy ez el van készítve. Tehát mindenre odafigyelnek, anyagminőségek, nincsen benne bőrhiba. A Porsche-t azt kiemelném, hogy az is fantasztikus. Olasz gyártóknál Giovanninak milyen kedve volt az útban megcsinálva. Ezt nem is úgy, hogy kinyitjuk az ajtót, gyönyörű, szép, hú, de jó, elvarázsol, de lebontod, mi van alatta? Az jó szokott lenni. Ott kicsit tovább vágta Giovanni ott a bőrt, és akkor fogta, vágott hozzá egy kis háromszöget, betoldotta, kész. Ennyi. És te pedig kifizettél érte 85 milliót. Ilyen egyszerű az egész. Érted? Például Lamborghini húszilágot csináltunk, húszerfal. Nagyon jó. Ott így van. Így van. Német prémium gyártók? Prémium gyártók, hát ugye Bentley. Ugye most már német. Még a német, az Audi, BMW, Mercedes. Akkor nem ebbe az égizbe beszélünk, hogy nem. Mert a Bentley is ugye már Volkswagen csoport. Ja, igen. Jó, csak itt a matematika egy picit más. Hát de a prémiumot beszéltük. Ez jó, nagyon prémium. Jó, igen, akkor menjünk egy fokozattal lejjebb. A prémium gyártók? Nem tudnék kiemelni most senkit. Tényleg nem tudok kiemelni senkit. Talán Audi az, aki most vezeti a piacot minőségben. De az Audinál is tapasztaltunk olyat, legújabb, nem tudom a típusjelzés, ez RS6 kombi volt, nincs jelentőség. Műszerfal tetejét, ugye amikor lehúzott bőrrel, igazi bőrrel, mert prémium vagy, de belerakod a bőrhibát. Ugye a bőrnek van a felületi sérülése, mert a tehénet azt nem hermetikusan elzárt szobába tartották, hanem ott van szúnyogcsipés, valami karcok, felrakja az ember a műszerfal tetejére, műszerfal párnára, és ott előjönnek a hibák. De lehet, hogy ez egy olyan minőségi ellenőrzésen átesett. De a tulajdonosnak x 10 millió forintért nem felel meg, amikor ott a bőrhiba. Uh-huh. Élből. Pont megkapod ezt a surlódó fényt, és abban mindenki jön. Mutattál nekem itt az előbb az udvaron egy autót, ami... Jaj, igen, a kedvencünket. Nem. Elmondhatod nyugodtan. Ja, Mercedes. Uh-huh. AMG 45? Szuper. Nagyon jó. Szintetikus bőrből van, bár nem tudom, hogy szintetikus állat van-e, de nincs. Tehát ez azt jelenti, hogy műbőr ugyanaz a, sőt nem, rosszabb minőségű műbőr, mint a régiek, mert hogyha ezt megnézed, ez 84-es az autó, itt a műbőr még viszonylag jó állapotú, az egy 2 éves Mercedes, és már megjelentek a repedések a bőrön, műbőrön, és azt mondják, hogy alkantarát rakunk középre, mert ez a kis plüssös, jópofa anyag, alkantara, az nem alkantara. Van az alkantarának egy kiváltó anyaga, az a dinamika, és a Mercedes már erre ment át, mert ugye, amíg az alkantara mondjuk 6 egység, a dinamika az 2. Így kell nézni az árat. És minden és a pénzről szól, meg a profitról. Pénzről szól az egész, de ez tapintásra egy szakmabeli azt tudja, hogy ez micsoda. Uh-huh. Nagyjából ezt látod, de minden ilyen nyikorog, tehát kihagyják azokat a dolgokat, mert 4-es golfa még benne volt. Akkor szétszett egy 4-es golfot, és mindenhol van egy ilyen kis szövet. Úgy néz ki, hogy egy szigetelő szalag, csak ez szövetből van, rá van ragasztva, és ez azt eredményezi, hogy a két műanyagelem, a bőrelem nem fog nyikorogni. Na most ebből ezt kihagyták. Ebben nincs bent. És tehát ez a kis nyikorgások, recsegések, ropogások. Ja, ez erre vizethető vissza. 20x millió forintért. Köszönöm. Nem kérem. És ez a modern autógyártás? Ez a modern autógyártás. Szörnyű. Nem csak a Merci, hanem úgy általánosságban. Amikor van itt nálunk egy pár autószalon, és akkor ki kell mennem, hogy ezen még egy kicsit kéne finomítani, mert 60x millióért ez így nem fér bele, hogy ilyen gyűrött az ülés, meg nem úgy áll. És ezt valahol látjuk a minőség ellenőrzésen? És így el akarjuk adni 65 millióért, köszönöm. Én nem kérek ebből. Akkor csinálunk magunknak. Látom, itt lóg a háttérben rengeteg bőrdarab. Igen. Ezeket gondolom, akkor külön válogatjátok, nem? Igen. Igen, minden. Te elmentek a nagykerbe, és akkor végignézed? Javarészt igen, de most már vagyunk olyan viszonyban a nagykerrel, hogy ő leküldi a legszebbet, amit kaphatunk. Miért? Mert nem kell elmenni érte. Nem kell elmenni érte. Megvan az a bizalmi viszony. És akkor ilyet is kaptok? Én bízom benne. Tudja, hogy én bízom neked benne. Mi a betegséged, és akkor olyat küldenek, ami olyan. Figyelj, mert ezek a bőrök sem azok. Hidd el. Tehát 15 évvel ezelek a bőrök nem így néztek ki. Oké, hogy most már van SMG-bőr, ami ugye az UV-ra is jobban, a hőre is, tehát nem fogja annyira felmelegíteni a nap. Az UV annyira nem fogja elszínezni a bőrt, ugye a bőr, amikor süti a nap, UV-t kap, akkor sötétedik. Tehát van mindenféle bőr, de a vastagságokkal értem. Hogy régen mondjuk volt 1-2, 1,2 mm vastag a bőr, az most néha 0,9. Tehát mindennel játszunk, hogy még egy kicsit olcsóbb legyen.
Majd valaki megoldja, hogy az úgy álljon rajta, hogy kell. Na, akkor nézzük tovább a hacsit. Igen, nézzük. A modern autógyártásnak megadtuk a fantasztikus, a nagyon jó. Javaslom mindenkinek, hogy vásároljon új autót. Szuper lesz. Na, beszéljünk igen, erről. Beszéljünk. Mi volt az, mi az elképzelés? Mondtad, hogy a fejedben már megszületett valami. Nagyjából ugyanazt fogod látni, ami gyárilag volt. Próbáltam anyagokat választani hozzá, ami szerintem jó lehet. Ez egy barna bordó belső volt, és itt arra gondoltunk, hogy alkantarából fogjuk elkészíteni neked, hogy egy kicsit modernizáljuk az autó külsejét, de mégis a régi retro belső érzést kapjad. És igen, a színeket ugyanúgy meg fogjuk tartani, a varrásokat, a kivitelezést azt ugyanúgy fogjuk csinálni és elkészíteni, ahogy gyárilag volt. Tehát nagyjából ezt fogod látni. Itt egy kicsit ezt a drótvázat, ami ez az ülés így ilyen drótvázon van rajta szivacs, ezt kicsit kiegyengetjük, hogy mert most ebben a formájában bármelyik autó beilleszthető, mire pontosan. Hogyha ezt kiegyengetjük, lehomokszorjuk, leporfestjük, akkor ez ebbe lesz való. Hát látod, hogy ez mindenhogy áll, csak nem teljesen. Igen, jó. Igen, egy kicsit furcsán áll. Igen, egy picit. Az már föltűnt korábban. Olyan viseletes. Kivettük ugye a műszerfalat, itt látod, ezt te hoztad, ez volt a törött. Ez az új darab. Á, gyönyörű. Parádés. Nézd meg, ez még műanyagból volt. Doman Zoli-tól kaptam. És nézd ide. Ez gyönyörű. És 40 éves. Ennyi. Hát meg kell takarítani. Látod? Jó, van egy kis ez az rajta, de legalább nem az, mint a modern autók. Tegnap még vizet ittál a palacból, ma pedig már műszerfalként funkcionál. Ez itt van. Ezen vannak repedések, ezeket megjavítjuk, és látod? Ezeket majd szépen eldolgozzuk. Ezeket úgy. Hogyan tudjátok megcsinálni? Hát ez szuper titkos NASA technológia. Nem, le van csiszolva, üvegszálas gittel szépen fel van töltve, becsiszolás, és akkor kap egy műből réteget ugyanígy. Van egy speciálisan erős ragasztónk, amivel ezt majd rögzítjük, hőálló és mindenálló. Ennek ja, és akkor a nap nem rántja meg? A műbőrt egyébként sem. A műbőrt nem rántja meg. Találkoztam olyannal még kezdők útfúrókorunkban, amikor lebőröztünk egy műszerfalat speciális ragasztóval, valódi bőrrel, mondtam, hogy bőrös műszerfalat nem illik a napon tartani, mert a bőr zsugorodik hőhatására. Nem tudom, hol volt az ember, 3 hónapig kínált a napon. A ragasztó nem engedett, de a műszerfalat összehajtogatta. Igen. Régi Ferrariknál csináltunk ugye, melyik volt az a típus? Tesztaróza. Annál ugye a műszerfal púp az külön van. Bőrözve az olasz megfogta, alul fölül be van tűzve ugye tűzőgéppel, a bőr zsugorodni próbál, és összehajtogatja a műszerfalpopot, az is jól néz ki. Szuper. Úgyhogy ezt kicsit más technológiával fogjuk elkészíteni. Alkantarát fogunk neked választani az autó belsejéhez. Szövetben ugyanilyet nem találtam, és nem szeretném bármelyik autógyártónak a termékével pótolni, mert tehát egy Peugeot Carpitot nem szeretné látni a Toyotába. Én se, úgyhogy inkább alkantarát fogunk hozzá választani. Ez? Mert ugye neked bordó és barna volt, úgyhogy bordó és barna lesz a belsője ugyanúgy. Nem mondom, hogy most ez olyan a modern szemednek szép lesz, de ezt úgy kell nézni, hogy 84-es. Hát, és gyönyörű lesz. Néztünk itt hozzá. Itt van az ajtókárpit, az is olyan. Igen, ennek égisze alatt fogunk menni. A szőnyeget viszont kicseréljük egy olyanra, ami szerintem neked a minőségérzetet javítani fogja. Egy ilyen antracit szürkére alulra. Van egy mintát? Hogy ne lenne. Idehozom neked. Megyek én oda. És akkor ő lesz az. Mint padlószőnyeg. Nem fekete, hanem antracit. Antracit. Igen, most van benne egy ilyen nagyon-nagyon, megmutatom. Ilyen barnás, szürkés. Nagyon szétfakult. Valami, amiket én találtam, az nem volt ennyire szép barna. És még az antracit jobban elviseli a szemed. Ha belerakjuk ajtóba is, ott lesz benne. A hangszórót megszüntetjük, ugyanígy fogod látni a rakodózsebeidet, kipótoljuk úgy az ajtókárpitot, hogy ne ez a törött dolog legyen. Jó? Neked csak azt a kis kapaszkodót kell megvásárolnod. Igen, ott erről beszélgetünk. Doman Zoli barátomnál voltam tegnap, és mondta, hogy ez a Toyotában létező, rendelhető alkatrész, úgyhogy nagyon örülünk. Ma bemegy a Toyotába és meg is rendeli. Beszélgettük a múltkor, hogy azért dolgoztok ti, kamerán kívül volt a beszélgetés, igen. Dolgoztok ti sok mindenkinek, és igen. Többek között vannak olyan, hát nem tudom, kárpitozással foglalkozó cégek, akik igazából
Ja, sztárműhelyekre gondolsz? Igen. Igen, vannak. Akik sztárműhelyek, de hogy igazából hozzá se nyúlnak, hanem itt köt ja, ki mind, a... Igen. Elég sok ilyen hely van. Itt köt ki a termék, igen. Ő annyit csinál, hogy fogja magát, ír egy másik árcédulát. Van ilyen. Előfordulnak. Sok ilyen van? Van. Van. Nem mondunk nevet. Semmit nem mondunk. Nem mondunk semmit, de... Semmit, vannak ilyenek, igen. De hogy igazából náladok köt ki a... Abszolút, mindenki a örül mindenkinek, és én hallom vissza, hogy fie, mert ott úgy megcsinálták. Oké, okay. Meg mosolyogok magamban, tényleg? Szuper volt. Tudod, mekkora szopás volt ezt elkészíteni? Na, úgyhogy, ha szép munkát szeretnétek, látjátok, hogy itt a Balázsék mivel foglalkoznak. Ez volt a műsor első része. Akkor videó leírása, amely belerakom a Balázsék elérhetőségét, a Pepita műhelynek a... Még egyszer a teljes nevét? Pepita Quality Inside. Pepita Quality Inside. Benne lesz a videó leírásában. Jó? Tehát ne nekem írjatok külön e-mailt, videó leírásában van. Köszönjük. Jó? No, köszönjük, sziasztok! Szépen, sziasztok!